Sokat használt szó otthon mostanában a rezsicsökkentés. A kormány elhatározta, hogy 10%-kal csökkenti a háztartások rezsiköltségét, így a gáz és a villany árát is. Ennek persze örülnek a kiskeresetűek és a kisnyugdíjasok is. A hivatalos, gyakran hangoztatott ok a rezsicsökkentésre az az, hogy fizetési paritáson mérve, tehát a fizetésekhez képest, Magyarországon a legmagasabb a rezsiköltség egész Európában. Persze ennek oka nem csak a magas rezsiköltség, hanem az is, hogy kirívóan alacsonyak az átlagjövedelmek hazánkban. Azt mindenki tudja, hogy az energia a világpiacon árusított tőzsdei termék, így annak a bekerülési árát nem tudja egyetlen kormány sem befolyásolni, még egy amerikai sem nagyon, nemhogy egy kis ország kormánya. Természetesen otthon sem ezzel próbálkoznak, hanem a gáz és a villany szolgáltatók profitját próbálja a kormány megnyírválni. Ezt azzal indokolják, hogy már eddig is többször megkeresték a profitot ezeken a szolgáltatásokon, főleg azért, mert a régi, baloldali kormányok például 8%-os profitot garantáltak a külföldi cégeknek, amelyek a szolgáltatásokat elvállalták. A szolgáltatók tiltakoznak és beperelték az államot, sőt, mind a gáz, mind pedig az áramszolgáltatók is első fokon pert is nyertek, mondván, hogy érvényes, aláír szerződésük van, amit most egyoldalúan próbálnak változtatni. Az első bírósági döntés parlamenti felszólalásában kifogásolta a miniszterelnök, botrányosnak nevezve azt. Persze minden jogszakértő azonnal kiemelte, hogy a bíróság dolga nem a nép vagy a szolgáltató oldalára állni, hanem az érvényes törvényeket betartatni. Márpedig a ma érvényes törvények szerint nekik van igazuk. Ezzel együtt a második döntés is az energiaszolgáltatóknak adott igazat. Részben ezen a bírósági döntések következtében a kormány rögtön elhatározta, hogy megváltoztatják a törvényeket, de a rezsicsökkentést akkor is véghez viszik. A parlament rögtön felhatalmazta az energiahivatalt, hogy ezentúl sokkal nagyobb hatáskörrel élhessen. A rezsicsökkentés persze igen népszerű az emberek körében. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a kormány aláírás gyűjtés kezdett országosan, hogy a lakosság támogatását ezen ügy mellett demonstrálja. Persze ez a 10%-os csökkentés épp hogy ellensúlyozza az elmúlt két év inflációját. Ezután az áram és a gázára még mindig magasabb lesz, mint mondjuk 3 éve volt, főleg a rárakott adók miatt. Talán éppen ezért a kormány bejelentette, hogy további 10 vagy akár több százalékpontos csökkentést is véghez fog vinni, akár erőszakkal is. Ez fontos a kiskeresetűek számára, mert ma átlagosan a jövedelmük 3/4 részét rezsire költik. Kritikusok elsősorban azt jegyzik meg, hogy ez a csökkentés nem fenntartható, egyrészt azért, mert az energiaárak növekedése teljességgel a magyar kormány kompetenciáján kívül történik, másrészt pedig a kritikusok, így az ellenzéki pártok szerint is, sokkal inkább arra kellene koncentrálni, hogy a lakóházak és lakások hőszigetelését javítsák, mert így nagy mennyiségű energiát, tehát havi szinten is sok pénzt lehetne megspórolni. Ebben sok igazság van, mert Magyarország például az európai átlagnál 25%-kal több energiát használ fel, egységi nemzeti termékre számítva. Ezen kívül hosszabb távon igen nagy gondnak tekintik a kritikusok a rendszerek állagmegóvásának fenntartását, tehát miből fogják a rendszerfenntartók biztosítani, hogy a gáz és a villamos vezetékek megfelelő műszaki állapotban legyenek, ha az ehhez szükséges forrásokat elvonják. Például az áramszolgáltatók arra hivatkoznak, hogy ők az elmúlt években 450 milliárd forintot fordítottak a rendszer fejlesztésére. Minden országnak érdeke, hogy az energiahordozók ára csökkenjen, és a kormány nyilvánvalóan igen népszerű lépésre szánta el magát. Szerintem azonban két igen súlyos kérdés merül fel ezzel a 10%-os csökkenéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy ezzel a kormány újabb piac- és üzletellenes üzenetet küld a világba, bár nyilván nem ez a cél. Ez nyilvánvalóan tovább riasztja a külföldi tőkét, amitől hazánk annyira függ. Főleg egy olyan helyzetben, amikor a beruházások történelmi mélyponton vannak, ennek különös jelentősége van. Mélységesen igazságtalan ugyanis az, hogy az a milliárdos, aki az uszodáját, fedett teniszpályáját és kocsibeállóját, garázsát fűti, az ugyanúgy 10%-ot spórol ezen, mint a minimálból érők vagy a kisnyugdíjasok. Nyilvánvalóan meg kellett volna húzni egy fogyasztási határt, ami alatt érvényes a rezsicsökkentés, a felett nem. Ebben az esetben a szegényekre vonatkozó rezsicsökkentés rögtön lehetett volna akár a duplája is a mostaninak.